parlamenti vitában, és azt gondolom, hogy igaz volt, és hát ezzel a szocialista képviselőtársak is egyetértettek, hogy nem csak, hogy egy paritásos bizottság volna kívánatos, hanem egy ilyen előkészítés során túl is kéne nyúlni, túl is kéne látni a parlament falain. Ez mindenképpen igaz a polgári törvénykönyv előkészítésére. Éppen ezért meg tudom azt erősíteni, úgyis, mint akinek jogvédő szervezet képviselőjeként volt szerencsém belelátni, bekapcsolódni azért ebbe a folyamatba, hogy az az eljárás, ahogyan a Gyurcsány kormány kezelte ezt a kodifikációs folyamatot, ez egyszerűen megengedhetetlen és szégyenteljes. Én nekem magamnak is voltak vitáim, az itt már egyébként idézett egyik szakmai konferencián is azzal az állásponttal több helyütt, amit az úgynevezett VK-s bizottság előállított. Viszont az a szakértői grémium, amit VK-s professzor vezetett, az valóban a legkiválóbb magyar civilisztikai tudósokból állt össze. Miután egy alapvető életviszonyokat összefoglaló kódex előkészítéséről van szó, egész egyszerűen példátlan az, hogy van egy miniszterelnök, aki meglehetősen szerény teljesítményt tudott felmutatni, és úgy gondolja, hogy túl azon, hogy megpróbál valamiféle aufklérista dühtől vezérelve mindenféle reformokat ráönteni az országra, úgy gondolja, hogy azzal fogja bevésni a nevét a történelem könyvbe, hogy ő majd polgári törvénykönyvet is ad ennek az országnak. Hát én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem járható út. Ez ugyanúgy megengedhetetlen, mint hogyha valaki rövid úton kíván alkotmányozni ebben az országban. Polgári törvénykönyveket és alkotmányokat ne egy-egy politikus próbáljon magának megalkotni, hanem az a minimum, hogy a kor legkiválóbb alkotmány, vagy éppen jogi, vagy éppen civilisztikai tudósait ebbe bevonja. Nem feltétlenül kell mindenbe az ő véleményükre hallgatni, de mindenképpen üdvös az is, hogyha ezt a lehető legteljesebb társadalmi konszenzus elérésével próbálja megtenni. És itt annyiban vitatkoznék, igen, kedves szocialista képviselőtársaim, én elég jól emlékszem arra, hogy történt ez a dolog. A VK-féle bizottság nem tudta befejezni a munkáját. Gyurcsány Ferenc úgy gondolta, hogy miután meglehetősen szerény az a teljesítmény, amit a kormánya fel tud mutatni, egy új civil kódexszel tudja magát megörökíteni az örökké valóságnak. Félre lett tolva az a munka, amit VK-s professzor és társai végeztek. És nem csak ez lett félre tolva, és ennyiben vitatkoznék itt a jobbikos képviselőtársammal, hanem a VK-s bizottság munkáját kísérte, legalábbis abban a témakörben, amiben én magam bekapcsolódtam itt a gondnoksági reform kapcsán, kísérte egy egészen példamutató és egyedülálló társadalmi nézetegyeztetési folyamat, amit Gadó szakállamtitkár úr vezényelt. Ebben a történetben, ami az előző kormányzati ciklushoz kapcsolódik, sok mindenkit érhet bírálat, joggal, speciál a kormány szakállamtitkára túl azon, hogy végrehajtott nyilván politikai utasításokat, azt gondolom, hogy ebben a munkában példamutatóan járt el. Egy olyan folyamatos egyeztetés volt itt a szomszédban, az akkori igazságügyi és rendészeti minisztériumban, ahol ott voltak azok a civil szervezetek, ott voltak azok a szakmai érdekképviselők, a legfelsőbb bíróság képviselői, akik egy ilyen kódex, vagy egy ilyen kódex fejezet előkészítésében bármifajta releváns állásponttal rendelkezhetnek. Éppen ezért én arra szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy akkor, amikor bíráljuk okkal ezt a meglehetősen furcsán abban maradt kodifikációs folyamatot, ami Gyurcsány Ferenc országlásához kötődik, akkor legyünk méltányosak, és ismerjük azt el, hogy ebben a kormányzati ciklusban volt egy példa arra, és ez a szakállamtitkár úr munkásságához kötődik, hogy hogyan lehet egy alapvető életviszonyokat szabályozó kódexet vagy kódex részt a különböző társadalmi szereplőkkel egy türelmes és egymás álláspontjára nyitott nézetegyeztetési folyamatban kidolgozni. Éppen ezért, amit ebben a vitában szeretnék azért még kiemelni, az pontosan a gondnoksági reform, ami mindenképpen az új PTK-nak, hát legalábbis a díszére vált volna,
hogyha nem egy ilyen rohamban alkotják meg, ahol a hatályba léptetéssel kapcsolatban az Alkotmánybíróságnak okkal támadtak komoly aggályai. Szeretném arra is emlékeztetni, hogy ennek a gondnoksági reformnak az előkészítése visszanyúlik az Orbán kormány időszakára, amikor a 2001 évi 15-ös törvénynek az előkészítése zajlott. Már akkor voltak szakmai konferenciák, ahol az akkori kormányzat különböző jogvédő és betegjogi szervezetekkel, szakmai fórumokkal együtt próbálta valamilyen módon humanizálni a magyar gondnoksági szabályozást. Jó arra emlékeztetni, hogy ma nagyjából 50-80 ezer polgártársunkról van szó, akiket egyébként cselekvőképességükben érintett valamilyen bírósági határozat. Néhány héttel ezelőtt Szabó Tíme a képviselőtársammal együtt TPER 182-es számon előterjesztettünk egy törvényjavaslatot, amely azt indítványozza, hogy függetlenül a kodifikációs folyamat újraindításától kizárólag a gondnoksági reformra vonatkozó részt a parlament iktassa be a jelenleg hatályos polgári törvénykönyvbe. Én nagyon jól emlékszem arra, hogy valóban ott az IRM falai között voltak komoly szakmai viták a gondnoksági reform kapcsán. Sőt, egészen odáig elmegyek, hogy az a törvényjavaslat, amit Szabó Tíme a képviselőtársammal együtt előterjesztettünk, és ez nem más, mint copy-paste-tel átemelése az új PTK gondnoksági fejezetének, ez, hát ha úgy tetszik, számomra se vitathatatlan. Hasonlóan, ahogyan eljártunk itt a kampányfinanszírozási törvényjavaslattal, mi ezt kitennénk a ház asztalára, hogy erről minél előbb induljon el egy vita. Azzal is, annak is tudatában vagyok, hogy a gondnoksági reform kapcsán, illetve a gondnoksági reform kezdeményezése kapcsán mindenféle mendemondák elterjedtek. Nyilván a kérdésben meglehetősen konzervatív álláspontot elfoglaló jogászi és más szakmai szervezetek részéről, hogy itt ennek a gondnoksági reformnak a követelése bizonyos, hogy mondjam, különös álláspontot megfogalmazó egyházi szervezetnek a nyomulása. Én nagyon szépen kérném elsősorban a kormányzati oldal képviselőit, hogy akkor, amikor erről beszélünk, a gondnoksági reformról beszélünk, ezeket az előítéleteket és összeesküvés elméleteket tegyük félre. Azok a jogvédő szervezetek, azok a betegjogi szervezetek, akik kiálltak az elmúlt években amellett, hogy Magyarországon humanizált szabályozása legyen a gondnokságnak, ezek ma is szorosan együttműködnek a pszichiátriai szakma legkiválóbb képviselőivel. Legutóbb 2009. decemberében egyeztetett az egyik vezető betegjogi szervezet, az MDAC, az Országos Pszichiátriai Központtal, és arra jutottak közösen, akkor még ugye úgy tűnt, hogy hatályba fog lépni ez a gondnoksági reform, hogy mielőbb szükség van arra, hogy közösen kidolgozzanak egy protokollt, hogy mind a pszichiátriai szakma, mindezek a betegjogi szervezetek hogyan fognak eljárni az új gondnoksági szabályozás érvényesítése kapcsán. Tehát én azt szeretném eloszlatni azt a teljesen torz felvetést, hogy itt a gondnoksági reform az valamiképpen a pszichiátriai szakma ellenébe jött volna létre, pont fordítva. A Társaság a szabadság jogokért, amelyik kezdettől fogva kiállt már a 90-es évek közepén a gondnoksági reform mellett, kezdetektől fogva pszichiáterekkel együtt próbált lobbizni annak érdekében, hogy ezek a meglehetősen feudális szabályok megváltozzanak. Mik itt a legfőbb tételek? És nagyon remélem, hogy ebben egyébként különösebb vita nem lesz köztünk a házban. Az egyik az az, hogy nem méltó egy 21. századi jogállamhoz, hogy bárkit úgy lehet önrendelkezési szabadságában, magyarul cselekvőképességében korlátozni, hogy semmiféle későbbi bírói kontroll nincsen egy ilyen egyszeri határozat felett. Azt a követelést fogalmazták meg már a 90-es években jogvédő szervezetek, hogy senkit ne lehessen határozatlan időre a későbbi állapot változás lehetőségét, és ha úgy tetszik, a tudomány fejlődésének a lehetőségét is eleve kizárva gondnokság alá helyezni. Nem látunk a jövőbe,
ezek a határozatok nagyon sokszor 30-40 évre kirekesztenek a társadalomból embereket, és nem tudjuk azt, hogy akár 15-20 év múlva nem jönnek-e be olyan eljárások, amik lehetővé tehetik azt, hogy valakinek az állapotát szakértők bevonásával egy bírói fórum a tudomány változására tekintettel felülvizsgálja. A másik nagyon fontos követelés, ami részlegesen valósult csak meg a 2001-es PTK novellával, az az ügycsoportokra történő korlátozás. Ez a gondnoksági reform annyiban, ha úgy tetszik, forradalmi a 2001-es PTK novellához képest, hogy főszabályá teszi azt, hogy meg kell mondani, ki milyen vonatkozásában sérült, ki milyen vonatkozásában szorul segítségre. És egyáltalán a filozófiája ennek a gondnoksági reformnak éppen az, hogy segítségre szoruló nagykorú személyekről beszélünk, tehát magyarul csak a legszükségesebb és arányos mértékben kerüljön sor a jogkorlátozásra. A jelenleg hatályos szabályozás megengedi a bíróságoknak azt, hogy adott esetben ügycsoportokra nézve korlátozzák valakinek a cselekvőképességét, de pontosan tudjuk, és hát ezt a bírósági statisztikák is igazolják, hogy a lehető legritkább esetben vállalják be a bírák azt, hogy hát egy hosszas bizonyítási procedúrával utána mennek annak, hogy pontosan melyik ügycsoportban. A vagyoni rendelkezés, perindítási jog, vagy mi az az ügycsoport, amelyre nézvést valakinek korlátozni kell a cselekvőképességét. Ehhez képest a gondnoksági reform azt irányozza elő, hogy minden esetben adjon számot a bíróság, a jogot korlátozó bírói fórum arról, hogy éppen milyen vonatkozásában szorul segítségre valaki. Összefoglalva, az az álláspontunk, hogy egy demokráciának a minősége abban mutatkozik meg, hogy a legelesettebb, a leggyengébb érdekérvényesítési képességgel rendelkező honfitársaink, polgártársaink esetében miként jár el. Milyen viszonyokat érvényesítünk. Egy olyan, olyan társadalmi csoportról beszélünk, amelyiknek a politikai érdekérvényesítési képessége kicsi. A lehet más a politika elkötelezett abban, hogy Magyarországon olyan jogszabályi környezet alakuljon ki, amely segíti a legkitaszítottabb, kizsákmányoltabb helyzetben lévő polgártársainknak az emancipációját. Éppen ezért elengedhetetlennek tartjuk azt, hogy miközben nyilvánvalóan van most itt egy jogalkotási azonnali szükségszerűség, hogy mielőbb induljon el a vita erről a TPER 182-es törvényjavaslatról. Hangsúlyozom még egyszer, én sem vagyok kritikátlan az általam jegyzett törvényjavaslattal kapcsolatban, és Magyarország megfelelve az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a cselekvőképtelen nagykorúak védelméről szóló ajánlásának olyan jogi szabályokat érvényesítsen, amelyek humanizálják a cselekvőképességükben érintett polgártársaink legalapvetőbb életviszonyait. Én ebben kérném a kormányzat együttműködését, és még egyszer szeretném azt aláhúzni, hogy jó lenne erről úgy beszélni, hogy megpróbálnánk konszenzust kialakítani az érintett szakmai, illetve társadalmi csoportok között, és ne egy címkézés és bélyegzés legyen a kerete egy ilyen vita folyamatnak. Természetesen akkor, amikor én erősen javallom a kormánynak, hogy lépjen fel kezdeményezőleg abban, hogy az új PTK kodifikációs folyamat lezárta előtt ez a gondnoksági reform megvalósulhasson. Nyilván akkor járok el méltányosan, hogyha arra is emlékeztetek, hogy a nem éppen humános viszonyok a mentálisan sérült polgártársaink vonatkozásában nem csak a jelenleg meglehetősen elavult anyagi jogi szabályozás miatt áll fenn, hanem azért is, mert például az előző kormányzat ledúzerolta szinte, hát majdnem fizikailag is, de szakmai értelemben ledúzerolta azt az intézetet, amelyik az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet, amelyik központja volt a pszichiátriai ellátásnak, és tette ezt az MSZP-SZDSZ kormányzat anélkül, hogy bármiféle alternatív